Jó napot kívánunk mindenkinek! A Szegváris Vidéke Takarékszövetségek vezetése, testületei és dolgozói nevében sok szeretettel köszöntjük minden kedves megjelent vendégünket. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy részesei legyenek mai ünnepségünknek, takarékszövetkezetünk legnagyobb városi kirendeltségének felújításunk utáni megnyitóján. Külön üdvözlöm Szilvi Kimbe urat, Szentesváros polgármesterét, a takarékszövetkezet tulajdonosait vagyis tagjait, a kirendeltség ügyfeleit és a felújításban résztvevő vállalkozások vezetőit. Köszöntöm továbbá a takarékszövetkezetünk tisztségviselőit és minden megjelen dolgozóját. A mai nap egy ünnep takarékszövetkezetünk életében. Mi az ünnep? Az ünnep a kollektív megemlékezés formája, mely emlékezetessé teszi a közösségi életfordulóit. Az ünnep a közösségek erősítője. Az ünnep örömet sugároz. Az ünnep reménység, bizalom a szebb jövőben. Az ünnep megszületik, csak akarni kell. Az ünnepen egyszerre kell jelen lenni a szemlélődésnek és a cselekvésnek. És mindezekkel együtt az ünnep csalóka. Hiszen azért von ki a munkavégzés alól, hogy erőnket visszaszerezve másnap ismét eleget tehessünk feladatainknak. A mai nap számunkra ünnep, hiszen nagyon örülünk annak, hogy az oly régen tervezett szentesi kirendeltségi felújítás végre megvalósult, és átadhatjuk az elkészült korszerű üzletházat dolgozóinknak és természetesen ügyfeleinknek. A takarékszövetkezet életét, jövőbe vetett hitét az is mutatja, hogy mennyire képes megújulni. A takarékszövetkezet most megmutatta, hogy bízik a jövőben, képes a megújulásra, képes önerőből egy olyan üzletház kialakítására szentesen, amelyre bármelyik nyugat-európai országban büszkék lehetnének az emberek. Ennyi előszó után felkérem Kis Jánost, takarékszövetkezetünk elnök ügyvezető igazgatóját, tartsa meg megnyitó beszédét. Köszönöm szépen! Én is szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a mai kirendeltségi átadásunkon. Kezembe tartom takarékszövetkezetünk 50 éves történetét, és hogyha fellapozzuk, én már megtettem és beraktam egy kis jelölést a 77. oldalra, ahol azt olvasom, 1984. április 2-ai küldöttgyűlésnél, hogy terve vette az igazgatóság Szentesváros bevonását működési területünkbe, az év közepén meg is kezdték a tagszervezést a Kontaktálnál, a Vízműnél, a Barneválnál, az Áfésznál, a Felszabadulás TSZ-nél, a Városi Kórháznál és a Városi Tanácsnál. Hát igen, 1984-et írunk, amely a mai kirendeltség alapjait letette. Nyilván köszönet érte az akkori vezetőknek, az akkori igazgatóságnak, az akkori küldöttgyűlésnek, hogy gondoltak erre. Gondoltak erre, mert akkor lehetőséget adott a politika, hogy a takarékszövetkezetek 1957-es alakulását követően a városban is teret nyerhessenek, de ehhez, mint ahogy itt az idézetből is hallhatták, kellettek olyan emberek, akik megszervezték a takarékszövetkezetet, a takarékszövetkezeti tagságot, és szeretném megköszönni körünkben jelenlévő Gáborné és Evesi Katalinnak, aki nagyon-nagyon sok munkát végzett akkor abban az időben, hogy a takarékszövetkezet 1204 fővel elindulhasson ezen a településen. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a takarékszövetkezetnek abban, hogy teret, helyet kapjon. Így szeretném megköszönni Szilvik Imre polgármester úrnak, hiszen annak idején, ez a könyv tanúskodik róla, annak idején a párt nem támogatta, hogy a takarékszövetkezetünk Szentesvárosában nyisson kirendeltséget, ugyanakkor a Városi Tanács mellé áll ennek a gondolatnak, és hát a hírlap helyén, így írja ez a könyv, a hírlap helyén kapott lehetőséget, ugye a Kossuth tér 5 szám alatt. Az, hogy a takarékszövetkezetünk akkor megindulhatott, elindulhatott, több olyan személynek is köszönhető, aki hála Istennek jelen van köztünk. Így szeretném megköszönni
kolléganőmnek, én még azt gondolom, hogy nyugdíjba vonulása után is mondhatom így, akkori nevén Kékesi Szabolcsnénak, hogy segítségére lett a takarékszövetkezetünknek, hiszen ő az 1985-ös nyitástól, február 1-től a kirendeltség vezetője, és szeretném megköszönni a szintén itt köztünk megjelenő Nagy Mihálynénak, a szegvári kirendeltség jelenlegi vezetőjének, hogy akkor segítséget nyújtottak kolléganőjével, Bárány Lászlónéval együtt a betanításban, megnyitották ezt a kirendeltséget a Kossuth téren. Szeretném megköszönni azt, hogy a mai helyen, a Szabadság téren lehetett, vagy lehet a takarékszövetkezetünk, Szilvi Imre úrnak, hiszen akkor ő volt a tanácselnöke, a Szentesvárosi tanácselnöke, és az ő irányítása, az ő vezetése alatt született meg a gondolat, hogy itt épül egy társasház, ennek a társasháznak a földszintjén üzlethelyiséget, és hát találkozott a takarékszövetkezeti gondolat a városvezetés gondolatával, és mi akkor ide költöztünk. 1989-ben sikerült egy éves csúszással az ingatlan birtokba vennünk. Akkor a Délvilág azt írta erről az épületről, erről az üzlethelyiségről, gondolom, hogy akik itt voltak, azok akkoriban Csongrád megye hírlap. Tehát akkor azt írta erről a helyiségről, hogy szentes gyöngyszeme, ez egy ékszerdoboz. Biztos, hogy sokáig sokan azt gondolták, és mi is azt hittük, hogy ez így is van, és hogy ez így is lesz sokáig. Akkor egy sötétbarna bútorzatból álló berendezést kapott ez az épület, és én azt hiszem, hogy a kornak maximálisan megfelel, hiszen részdíszítésével feldobta ezt a teret, és lehetőséget biztosított egy magas színvonalú kiszolgálásra. Bizonyára azok emlékeznek, akik 1985 körül a takarékszövetkezetünk ügyfelei voltak, többen is, több arcot is látok itt, hogy egy nagyon pici helyiségben, egy 23 négyzetméteres helyiségben kezdte meg a takarékszövetkezet a működését, három ügyintézővel és egy pénztárossal, és amikor a villanyszámlát szedtük, akkor bizony a sor az hosszú métereken kígyózott a kirendeltség épületen kívül. Igazán nagy előrelépés volt, hogy ezen a helyen 200 négyzetméteren tudtunk ügyfélforgalmat bonyolítani, és nem csak az ügyféltér állt a dolgozóik rendelkezésére, hanem voltak olyan hátsó irodák, amelyekben nyugodtan el lehetett vonulni, dolgozni, akár a bővényi könyvelést végezni. A kolléganőm említette, hogy a mai nap egy ünnep. Én is azt gondolom, hogy az az ünnep, amikor összejövünk, és végig gondoljuk, hogy mi is történt valójában velünk az elmúlt évtizedekben, és mi fog velünk történni a következő időszakban. Ünnep, mert hogy megújult valami, de nem öncélű ünnep. Ma nem azt ünnepeljük, hogy a Szentesi Kirendeltség új arculatot kapott, még hogyha annak apropóján jöttünk is össze, hiszen ez egy tárgy. Itt ezt a tárgyat be kell lakni, élettel meg kell tölteni, hiszen ez már valamikor működött. Itt már valamikor nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon sok ember elégedetten távozott tőlünk, hiszen megkapta azt, amiért ő ide bejött. Kapott egy kedves mosolyt, kapott egy megértő kiszolgálást, kapott lehetőséget arra, hogy elhelyezze a betétjét, és ezt hangsúlyozom, mindig visszakapta, kapott lehetőséget arra, hogy itt vezethesse a számláját, kapott lehetőséget arra, hogy céljai megvalósításához pénzt vegyen fel, vagyis kölcsön kapjon.